Hivatalosan is megnyílt a digitális közösségi alkotóműhely a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre szakközépiskolájában. Rátetjük egy SD-kártyát, és az SD-kártya tölti át. Az SD-kártyát beteszünk a gépbe, és onnan dolgozik ilyenkor. Az alkotó műhelyben a 3D tervezéssel és nyomtatással is meg lehet ismerkedni, ezt próbálták ki elsőként az érdeklődők. Így tett a Bugyiszlói Általános Iskolából érkező Juhász Tamara is. Mi az, amit kipróbáltál ma itt? Eddig a névjegykártya gravírozást és a 3D nyomtatás. Melyik tetszett jobban? A 3D nyomtatás. Pontosan mit is csináltál a 3D nyomtatásnál? Ott is egy névjegyet készítettünk, de ott már egyéni névjegyet. Én az egyesületem nevét csináltattam rá. A munkadarab az még készülőben van. Mivel készítettél? Én még nem láttam ilyen gépet, most fogok először látni. Te már láttál már ilyen gépet? Igen. Műanyagot olvaszt meg, de miután megszilárdult, ki lehet venni, működik rendesen. Az informatikai rendszerüzemeltetőnek tanulók egy hétig tesztelték az új gépeket, hogy az alkotó műhely megnyitójára képesek legyenek bemutatni, mennyi mindent lehet alkotni ebben a helységben a legmodernebb eszközökkel. Én a 3D nyomtatást szeretem a legjobban, azt is próbáltam bemutatni, nyomtattunk pár 3D-s objektumot, igazából. Hát most egy ilyen lyukacsos medve készül éppen, aminek az a lényeg, hogy igazából meg lehet rajta nézni, hogy mennyire profi ez a nyomtató, milyen kicsi mozdulatokkal képes dolgozni. Nálam van egy modell, amit még múltkor nyomtattunk, egy egész jó kis Jaguar logó lett belőle, szerintem. És igen, nekem ez tetszik a legjobban. Későbbiekben miként szeretnél majd tovább tanulni? Hát én főiskolára szeretnék majd menni, ilyen informatikai mérnöknek. A modern technológia majd minden szakmára kihat. Az alkotó műhelyben az asztalosok is megmutatták, mivel dolgoznak manapság. Itt jelenleg a sablon alapján a géppel kivágjuk a virágnak a alapját, és utána, ugye, hogy rendesen szép is legyen, kifúrjuk a talpát, és utána beleállítjuk a virágnak a szárát, hogy egy kis szép dolgot alkossunk vele. Ezt ugye géppel csinálták meg a sablont, de ezt meg tudjuk rajzolni kézzel is. A precizitás miatt, hogy ezt most gépek csinálták meg jelenleg. A műhely nem csak tanórák helyszíneként szolgál majd, mondta Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja. A közösségi alkotó műhely nyitott közösségi tér. Pályorientációs tevékenységre, saját tanulóinknak a fejlesztésére, alapkompetencia fejlesztésre, szakmai kompetencia fejlesztésre tudjuk használni, és ezen kívül pedig mi nyitott közösségi tér a város polgárai számára is nyitva tudjuk tartani. A fémmegmunkáló eszközök közül kiemelném a kis pici, hát igen, tehát kiemelném a CNC esztergánkat, egy nagyon komoly felsőmaróval esztergáló felülettel ellátott gépről van szó, lézervágónkat, ami gravírozni is tud, és darabolni is tud, illetve a másik oldalán pedig nagyon érdekes, itt hegesztés technikától kezdve sok mindent tudunk még a fém megmunkálás tekintetében csinálni. A fa megmunkálás tekintetében nagyon sok kéziszerszámmal bírunk, kisebbekkel, nagyobbakkal egyaránt. A textil területén pedig olyan varrógépeink vannak, amivel hímzést is lehet készíteni, varni lehet, tehát akit ez érdekel, azt is tudja gyakorolni. Nagyon fontos, hogy a tervezéstől a kivitelezésig mindent meg lehet csinálni. Nagyon komoly IKT eszközökkel támogatott a műhely. 3D-s tervezést tudunk csinálni, és amit 3D-ben megtervezünk, azt ki is tudjuk nyomtatni a 3D-s nyomtatóinkkal. Nagyon fontos szerepe van a pályaorientációnak. A műhely tevékenységközpontú. Minden olyan eszközünk, ami itt rendelkezésre áll, az kézbe vehető, használható, és a kisdiákok számára is használható. Itt kisdiákokon az általános iskolás felső tagozatosokat értem elsősorban. Őket is nagy szeretettel várjuk, hiszen az ő számukra pedig akár egy technika órán, akár csak érdeklődési szinten, hogyha megismerkednek, egyszerű,
használati eszközökkel, az mindenki számára előnyös. A műhely célja a szakmák iránti érdeklődés felkeltése, a diákok sikerélményhez való juttatása, a lemorzsolódás megállítása és a csúcs technológiát ismerő és alkalmazó mesterek képzése, jelentette ki az iskola igazgatója Juhász Gábor. Nagyon sok olyan kiegészítő tananyagrész van, ami az adott a műhelyeinkben nehezen valósítható meg, és a gyerekek érdeklődési körre messze túlhaladja azt, amit az adott tananyaggal esetleg nekünk meg kell tanítani, kiegészítésképpen, illetve akár az óra megtartására is alkalmas lehet ez a hely, és alkalmas lehet ez a kollega, aki ebben a műhelyben már bedolgozta magát, és az adott tananyagot tartalmazó részeket ő tanítja. Ezek így együtt azt gondolom, hogy az iskolánk nagyon fontos céljait teljesíthetik, de nem ezért van a műhely alapvetően megcsinálva. A műhely digitális, közösség és alkotó műhely. Ez azt jelenti, hogy elsősorban a közösségnek kínáljuk, és minden korosztálynak. Olyan projekteket fogunk megvalósítani és kiajánlani az adott korosztályoknak, amelyek felkeltetik az érdeklődésüket, és mindenkinek a saját alkotó vágyát egy kicsit megvalósíthatóvá és kiélhetővé teszik. Általános iskolásoknak lesz elsősorban ajánlva a program természetesen, hiszen a legnagyobb óraszámban őket szeretnénk megcélozni. Ez akár a technikaoktatás kiegészítéseképpen, de inkább a pályaorientációnak a segítése lenne a fő célunk. Nyilván önös érdekből is természetesen, hiszen minden gyerek szeret rajzolni, építeni, vágni. Ha ezeket a készségeit, képességeit meg tudjuk támogatni egy kis sikerélménnyel, akkor számíthatunk arra, hogy az ő tudása majd a szakképzésben fog kamatozni. Az oktatásra és pályaorientációra is alkalmas műhelyet 32 millió forintból alakították ki.